pushing from waypoint zero at 7,000. Pushing from waypoint zero at 6,000. Az, hogy milyen starter van. Nekem tök szépen megy most amúgy. Igen. Aha. Nem, van egy kis starter nekem is. Hát nekem ilyen 100 és 30 között ugrál az FPS. Rádiósan nagyon működik. Most már átesünk amúgy ilyen jó sebességgel. Ja, azt hittem, hogy még nem jöttél fel utána. Mit hitte? Hogy lemaradtál. Ja, itt voltam a végeden. Nem is ez a baj, hanem... De az baj, hogy nem szállnak az F-16-osok, mert így ők a misszióért. Hát nem, az F-4-esek a misszió. Nem? Igen. Nem. Strike 4-2, Uzi 5 és Uzi 6. Nagyon jó. Mondom, hogy ezt tök felesleges repülnünk, hogyha nem szállnak fel. Valóban 16-os radar felszálltak? Beszarsz, felszálltak. Nagyon jó. Akkor már mehetünk, játszhatunk. Akkor lesz értelme, max egy kicsit ahead vagyunk a schedule-ben. Hát nem is ez a baj, hanem ugye... Ő nekik 4 percük van ide érni az egyes VP-hez. Hát akkor egy karikát majd megyünk, vagy nem tudom. Jaj, ja, oké. Okay. Mondom, nem az a baj, hanem az, hogy a avagy sem válaszol. Neked válaszol? Ja, mert közben megyek egy jogkört. Én nyomtam egy avax kérést, és semmit nem kaptam, csak egy óriási avax spike-ot. Igen, ezt én is láttam az előbb. Most megint, amikor kértem, úgyhogy ennyit az avaxról. Igen, akkor sajnos ez az egész úgy, ahogy van terett. Vagy legalábbis... De bazd meg, nekem nem volt ilyen single-ben, komolyan majd próbáld ki, ha lesz egy kis időd. Jó van. Fölszálltam, elindultam, csak realizáltam, hogy kurva sokat kéne repülni, úgyhogy inkább abba hagytam, mert csak ki akartam próbálni. Meg ott fixen nem vártak az F-16-ok rám, én voltam a végén a Q-ban. Hát
kettőt ki, mert mindjárt itt vannak. Passing waypoint 2 at 7000. Mondjuk igen, az egyetlen hátránya ennek a missionnek, vagy ennek az egész campaignnek, hogy ilyen olyan mennyiségű ügyeket kell repülni, hogy volt egy olyan mission, ahol így közölte velem, hogy a következő waypoint az valami 23 perc. És így majdnem full gázon mentem. Még átízzal csak igen, de... Hát, musical szerintem. Music? Valahogy itt kéne legyenek nekünk körül 11 órára, 10 órára. Nem látom őket. Nem mindegy. Flight, radar on. Radar on. Flight, music on. Two. Passing waypoint 2 at 8000. Mi? A radar on, music onra mondtam, hogy 2. Yeah, értem. Kontakt. 40 mérföld, 4000 magasság, 5335. Ott van, látja ő, szuper. 29-es. Nem kéne rágyorsítani? Nem fenyegeti a gépeinket? Ja, de melyiket? Menjünk rá. Ők ketten vannak, a hátsó tiéd. Láttam. A hátsó 4000 méterre lábon az enyém. Elvesztettem. Keresem. Megvan.
ütök le. Fox. És Fox. Engaging bandit at bullseye 157 for 50 at 12,000. Spike. Yeah, Sam Spike. Fox. És Fox. Splash one. Üldözöm. Hat mérföld, kicsit messze. Teljes cold. Jó, leesett, akkor mégiscsak meg volt. Engaging bandit at bulls 156 for 50 at 10,000. Valami repül mögöttem. Te nem vagy alacsonyan? Ja jó, az egy kilőtt rakéta volt. Megyek visszafelé. A kettes waypoint felé. Kettes waypoint felé. Ja, miért? Vágom. Hogy nem ez a célunk itt. Igen, igen, igen. Kontakt 16000, 60 mérföld, irány 290. Fordul 290. Ketten vannak. Oké, okay, go, burner on. Flight, engage my target. Menj meg fel 22,000-re. Teli. Huszonnégyezerre, melyiket akarod, a jobb vagy a bal oldali? Jobb. Mérföld. Engaging bandit at bullseye 160 for 40 at 26,000. Gyorsítok. Van, én is le vagyok maradva mögötted, és nincs sok benyom. Messze no, sincs sok. Harminc három mérföld. Bal oldalt lokkolom még mindig. Missa launch. Three, engage defensive.
Fogsz. Fox 2. És jó, splash. Akkor mindkét kontakt halott, nem? Nem, az egyik még. Befejezte a füstölést, lehet, hogy vagyok. De lehet leesik ettől függetlenül. Ja, leesik, leesik, jó. On vesz irányt. Kettő. Az EC meg? Hú, az elég szor helyen vagyok. Eléggé telített az ég, volt bassza meg. De a vizuálba is. Hagyd meg ki a flight-nak egy patak, bárkit. Az egy 21 spike. Messze vagyok. 21 spike. Ja. És Sidewinder-en maradt csak. Viszont running in. Hova? Berunningol a vadászok közé. Vannak még ilyen jó ötletei? Biztos egyébként. Mikusz egy bűs lelőtte. Oké, tőlem. Jó.
Itt vagyok a célzóna felett, minden tiszta látszólag. Passing waypoint 3 at 14,000. Annyi csak a probléma, hogy hazamenni elég spórolos lesz majd. Hát, nekem már most az. Nekem azért 5000-en van még. Nekem 3000-en van már csak. Tally utility at bull 274 for 40. Tally triple A at bullseye 274 for 40. Én fölkúszom magasba. Ja, de hülye, ez még mindig nem a célterület, az odébb van. Aznak hogy lehet ennyit repülni? Nem is az, hanem... De a másik szakasz F-15 egyébként már megy máshova. Megy running-inálni biztos. Nem is az, hanem ők közé... Nézed a térképet, akkor így visszamennek join-ra. Ami egy vicc. Tehát ők még a waypoint 1-nél járnak. Nem tévedtem, 3800 üzemanyagom van még. Hanyas waypointra menjünk? 4-re? 5-re? Nem, most elvileg a 3-as jön. Időben legalábbis azt mondja, hogy 10 óra 55. Most van 10 óra 55, most kéne a 3-asnál lennünk. És akkor még az IP 56, igress 11 órakor. Tehát elvileg még 5 perc, és utána mehetünk haza. Jó, hát látom, a strike package-et pont előttem van. Én az előbb azért láttam, a seed package ment alattam. Azaz, szerintem az azt látom. Az egyik seedet lelőtték. Illetve nem is, mert a strike package van legelől, ami egy vicc, ők már mennek be. A seed meg itt van mögöttem. Kibaszott F-16-ok szálltak fel utoljára. Hát ide... Nekem mondod? Mud spike. Egy óra. Még nem baj, de... A lőnek is, jön szerfatot. F-16-ok kapják. És még semmit nem lőttek vissza, azokat le fogják mészárolni a fazba. Passing waypoint 6 at 15,000. In from the southwest, meeting Sam at bullseye 306 for 60. A Swiss 2F4 maradt az 6-ból. Ja. Azok a migek nem voltak jó arcok. De ezek az F-16-ok nem is csinálnak semmit, hiába nyomom az F-16-ot, még egy darab semmit sem dobtak le. Talib Sam at Bulls 306 for 60. Talib Triple A at Bulls 306 for 60. Gépünk van, nem voltak le.
fordulok VP5-re. Ki van mögöttem, te? Valószínűleg jó. Jött közvetlenül, nem? De közel vagyok hozzá. Három 27-re vagyunk, 17 kilométerre. Örülnék neki, ha nem lenne ilyen rohadt terített pénz az RVR, és mutatna valami értelmeset. Többik lehetne prioritást választani, ennek kulvára örülni. Mission briefing szerint egyébként igressz vagyunk. Na, de én felszállok. Menj. Olyan 140-nél már húzhatod. Olyan 120-nál megpróbálja elemelni, így ennyi. Meg kéne keresni a 3-as waypointot. Ja, hogyha az... Megvan, én ráváltottam. Oké, okay. Én is. Azt akartam mondani, hogy az EDHSD menüt kiválasztod, akkor... és megnyomod a VPT gombot bal felül, jobb felül, bocsánat, akkor ott a fölle gombokkal tudsz változtatni waypointot. No. Ja nem, nekem be van minden, van extra waypoint button. Az nekem is, csak nincs Previous Waypoint button. Érted? A kövére át tudod csapni, csak visszafele nem tudsz értően lépdálni vele. Állj, halkítjuk meg a játék, amely mindig szarul halla. Most mondjál, se jobb lesz. Na, én azt mondom, hogy... beármoltam magamat. Figyelj, akkor addig meg tudjuk nézni a izét. Mavericket. No. Tudom, hogy kell, csak nem csináltam még. Jó, oké. Okay. Elvileg a orpoddal tudok találni célt, és akkor a gyán kétselem, akkor áll. Így van. Ennyi. De nem mondom, hogy elsőre nem fogok mindent össze-vissza nyomni, még nem jövök rá pontosan, de már megnéztem Gébren videóját, hogy kétszer. Na, nem tudom, menjünk fel, mert ugye ez PvP, tehát nem tudom, hogy mennyire érdemes felmenni. Mennyire fognak minket ott vadászni. Viszont izé van NATO vs Russia, tehát a... kékek vagyunk, ugye? A 29-es Spike például mögöttünk, az fix rossz. Ennek például nagyon örülök, hogy nem arra megyünk. Ezek után. A Air-to-Air Ground egyébként jellemzően nem ott van, ahol a izé pontok a lövöldözésre. Na, felhő áttörés? Jó volt. Aha. És trail is van már felhőben amúgy. Ja, látom.
Maradjunk közvetlen felhő fölött, vagy menjünk fel azt ja. Jó, oké. Okay. Akkor itt trélelve talán annyira nem vagyunk feltűnőek. Autópilóta altitude holdját rakhatták volna bele így véletlenül, mint a izét. TGP-t. Elég szépen trimmelhető, úgyhogy... Persze, csak én nem szeretek folyamatosan trimmelgetni értük. Amúgy 20 mérföld, lassan izé van. Lassan mi van? Mehetünk vissza. Menjünk le. Már ízítom is az izét, eszét. Miért, amíg szemből nincs semmi, addig nem lényeg, de jó, követlek. Nem tudok, akkor jó. Na, a sensor switch ezére benyomós, tehát a down-ra. Nem oda. Arra van FLIR, igen. Vagy mi az ilyen orpod? FLIR, igen, az az orpod, de... Nem, mert ami a FLIR képet adja, az egy másik szenzor. Igen, tudom. Igen. Lassan lőttem? Ja, látszik, pont a völgybe lesz előttünk, fogadunk? Van, menj. Jó, én is élesítem az eszákat. Na, valami lődözött. Aha. Az bizony szám. Tényleg is lőttek valami. Jó, menjünk balra, és menjünk neki szembe. Köpi. Ezt tudnám lehalkítani, de az meg ennek mennyire erőlnék. Még mit? Nem, ezt nem lehet. Hát nem, ez csak ezért lehalkítani, tehát ez ne legyen ilyen hangos. És akkor fordulok rá a völgyre. És nem elfelejteni, hogy gun triggerrel lövöd ki. Már nincs vizuálom, úgyhogy mostantól kicsit szórodva vagyunk. Jó, nem baj. Nincs semmi jelem, és ez kurvára zavar így. Jó, hang vagyok, kifordultam. Itt voltam már majdnem a füstök felett, úgyhogy... Fox. Valami durrant a földön. Majdnem eltalált, bazdmeg. Á, 13-as spike-ot láttam egy pillanatra. Ez nem olyan, hogy látod, ez olyan, hogy mész és ha rád lőtt, akkor kikerüled. Ott vannak, menjél nyugodtan le. Rám bőjnek éppen, azért kellett menni utána, mert akkor neked simán lett volna a célod. Most nincs spike-om, bassza meg. Nem kell spike. Abban a pillanatban, amikor mész, mert az a baj, hogy ők nem folyamatosan mérnek, csak addig, amíg ugye rád lő. Ez köcsög dolog. Ez köcsög dolog. Nekem azóta van egyébként az én. Azóta mér. Meg vagy? Aha, úgy tűnik. Oké.
És bassz. Recommit. Bassz meg, ez nem fogta be. A picsába veled. Lehet, én is elöblődtem el amúgy. Akkor valószínűleg a kontaktra robbant valamikor én még, nekem még fogta. Aztán utána már... És rifle. Hajrá. Így jött, hogy fogsz. Vagy Maverick-et lőttél? Nem, ezért lőttem. Sidearm-et. Az is fogsz. Én csak egy bajom van, hogy a Maverick-et, hogyha élesíted, utána várni kell egy csomót. Illetve, hogyha kiválasztasz utána mást, akkor megint várni kell, amíg azért bemelegszik. Látszólag még semmit nem találtam, pedig egy sidearmot lokkolva lőttem el. Csak az egyiket voltam. Hát én is azt nézem, hogy ez score-on nulla, de én előttem egy sidearmot, és azt talált. A másik kettő az nem talált, illetve kettőt lőttem egy célra, aztán még egyet egy harmadikra, de az nem talált. Na igen, nekem még van egy rárepülő. Jó van, nekem már csak Maverick-em. Hát nézzed, honnan lő akkor esetleg. Az úton voltak egyébként. És az úton fölfelé hátrébb van egy... Látszik, van is füst, igen. Ott van egy csomó füst van, ezt látod? Felé, igen. Na, a mögött van még egy valami. Nem mér még, bassza meg, nem mér még, de gyere, gyere, gyere! Fordulok rá. Parázok, parázok! Nem parázzál, maximum lelő. Vannak a 13-as spike-ok, bazd meg. Ellőttem valamit. Most nagyon lőnek utánam. Ott megy. Flare, flare, flare. Szép. Hú, de beszartam, getszó! Még egy! Flare, flare. Jó volt. De jóságos ég! Az, hogy legyen már kész a kurva Maverick-em. Jó, én is aztán elkezdek rá melegíteni. Nekem ready, haver! Menj a francba. Majd húzza a Sidewinder a vasat. Ugye? Na, kész a Maverick-em. Az viszont, hogy három sidearm-a nem sikerült semmit eltalálni, az gyász. Szerintem nem számolja. Mondom, én láttam valamit felrobbani, miután kilőttem a sidearm-omat. Hát elég biztos vagyok benne, hogy ezt talált. Csak kicsit el vagyok tévedve.
Aha, és hogy lehet a waypointot visszafele nyomogatni? Ja, mert pont átrepülök mindenfele. Szóval hogy lehet a waypointot visszapörgetni, azt nem vágod? ADHSD-re kell váltanod. Tehát a, ez a körül a QZ, ahol így igen, kívja, a navigációs lópaszt, és igen. Ott a USB 7-8. Já, látom. Kösz. Szerintem valaki levölte. Nem mindegy. Egy K50. Szerintem a K50 kiírtott mindent. Nézem, ott tényleg minden szét van lőve egy elsőre. Á, nem, nem teljesen. Valamit találtam, rifle. Mavericknek melyik a kamerája, bazzaj? A... ezével uncage-el tudod bekapcsolni. Ha ki van választva a Stores Management-en a Maverick, az IRM-ből... És mit kezd bevelni, hogy ráfogjon? Semmit, ez befog magától, de egyébként ugyanazzal, amivel a másikat, a simát le stabilize-al a ground-ra. Csak az a baj, hogy a Maverick úgy nem fog lokkolni magától, ezért kellene a TGP. A TGP, mert anélkül nem tudok tudni. Legalábbis nehezen. A másik, mikor, hogyha ilyen hülye zöld mevrélő kamerája, amit nem értek, hogy miért. Ugye? Ez se túl jó. Jó, hát rifle. Nem levél, oké, valami gond van. Valószínűleg nem volt meg a lokkom amúgy. Tíz pontom van, és két ground kill. Az azt jelenti, hogy egy Maverick-kel sikerült 5 pontot lőnöm. Hú! Na jó. Még van 300 gunom. Szerintem azt még elszórom, aztán jól van. Amire kokkolni a Maverick-kel, ez gyász. Uncage-re néz rá, de hogy így sose szűkül össze. Mert valószínűleg nem talál semmit. Van valami értelmes célod? Persze, ilyen BMP vagy nem tudom, ilyen páncélos szar. Hol? Valamelyik másik ilyen füstölő mellett találtam. Ami messze van a... mi ez?
keleti oldalán van a célpontoknak a végén. A völgy keleti végén, úgyis mondhatnám. Keleti. Hát ilyen, ja, kb. Ja, értem, mire gondolsz. Ott, ahol az, ahol ott, ahol most robbant valami például. Ahol most lőttem föl, igen. Nem. Ott nincsenek már BNP-k. Csak ezért ilyen truckok. Lehet truckot látom, azt se tudja. Viszont 29-es spike 300 irányba. Tehát így aktívan spike-ol engem. Az fogni, az halott. Ez te voltál, ugye? Aki most lefele repült el mellettem. Igen. Valószínűleg. Szóval azt nem vágom, hogy uncage-elm a Maverick-et, és utána hiába nyomom ezt a slew-t, ez ugyanúgy a izét, a clear slew-olja, az miért van? Mert sensor switch up-pal át kell váltanod addig, amíg a Fleeren ki nem írja, hogy IRMB. Hát, IRMB. Jó, vagy IRMB. Leesett, leesett. Aggódom, mert eltűnt a 29-es. Ami nem azt jelenti, hogy lejön. Rifle, haha! Urált, eltaláltam, kurva jól vagyok. Ügyes. Igen, ez volt a kulcs egyébként, hogy nem a Maverick-et izé tudtam szlúvolni, ja, elég nehéz volt cél találni. Elvileg ugye úgy kéne csinálni, hogy a Fleer szúvolod, és akkor automatikusan ráfog, amikor találsz valamit, de nem csinálja, nem tudom miért. Indultam-e haza, amúgy? Nem, még van gyanom. Jó. Oké. Okay.